Török Judit kecskeméti dizájner, 2, sőt májustól már 3 gyerkőc anyukája. A Moholy Nagy Egyetemen diplomázott, és akkor még nem is sejtette, hogy diplomamunkájával nem kisebb fába vágja majd a fejszéjét, mint hogy az alsó tagozatosok eszköz használatát egyre több iskolában megreformálja majd. Létrejött ugyanis a QVIC, melynek egyik fő célja, hogy játékká tegye a betűk és számok megismerését, és a tanórákon belül leszámoljon a több évtizedes műanyagpálcikák és papírkorongok világával. A Tepsiben beszélgettem a lassan országosan is ismert dizájner édesanyjával, Török Judittal. Rákerestem egy néhány éve, amikor mi először találkoztunk, meg először hallottam a QVIC-ról, rákerestem, hogy mi ez a QVIC, és hát egy madarat dobott ki gyakorlatilag a Google keresőjének az összes fotója. Elvétve találkoztam ezzel a jellel is, és most meg rákerestem egy néhány hete, és most már azért elég jó arányban kidobja ezeknek a fotóját is. Tehát egy picit beszéljünk már arról, hogy mi is ez a QVIC, és hogy hogyan indult ez, mert ha jól tudom, akkor ez neked egy vizsgamunkád, diplomamunkád volt? Igen, így volt. Én a 2014-ben diplomáztam a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, és ott mint tárgyalkotó mint kerestem a mestermunkámat, mert ott egy, az a lényeg, hogy végül is olyan kézzelfogható tárgyat hozzunk létre, ami ott meg tud jelenni, és akkor, amikor keresgéltem a téma után, akkor egy papírüzletboltban én, amikor ott voltam, így teljesen így ledöbbentett, hogy ezek a számolópálca, betűsín, stb. Dolgok, ezek ugyanúgy néznek ki, mint amikor én voltam kis iskolás. 25-30 évvel ezelőtt. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor ez dizájnerként egy nagyon jó feladat lesz, ahogy, hogy egy kicsit modernizáljuk, egy kicsit újra tervezzük ezeket. Utána jól így belemerültem így a témába, mert ugye órákat látogattam, mentem, tanárokkal beszélgettem, megnéztem mindenféle alternatív iskolákat is, hogy ki hogyan viszonyul le ezek a taneszközökhöz, és akkor abból így a tapasztalatból végül is született meg a Akkor még iskolás leszek címűen futó projekt, ami ennek mondjuk azt mondhatnám, hogy a nem tudom, 1.0 vagy a 0.1-es változata volt. Aztán ugye telt az idő, meg ott a nyáron akkor nagyon sokan érdeklődtek így a diploma után, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor így belevágunk így családilag, és akkor építsünk rá egy vállalkozást. És csináltunk 100 tesztdobozt, azt akkor különböző iskolákban meg családokhoz jutattuk el, és nekik pedig annyi volt a kérésünk felénk, hogy egy nagyon részletes kérdévet, meg a tesztelés során létrejött véleményeiket közöljék felénk, és akkor annak aztán így a fejlesztésével lett ért el végül is idáig ez a doboz. Most nagyon érdekes, mert különben pont most fut ki az első szériánk, és most kezdjük el a második szériának a gyártását. Úgyhogy lesznek megint majd újdonságok, meg még amik még most így csiszolásra kerültek. Úgyhogy most ez még pont így előtte van itt a gyorsan ledaráltad, azért ez nem ment ilyen gyorsan, tehát ez jó néhány évet gondolom igénybe vett itt a háttérmunka. Először is honnan van a név? Tehát ugye mondtad, hogy iskolás leszek, igen, az volt a projekt neve? Vagy az volt, igen. Még a tesztdobozokon iskolás leszek néven futott a dolog. Hát így mindenféle marketing és mindenféle egyéb okok miatt, ugye, hogy túl hosszú, hogy ékezetes, ugye nem vagy jó, hogy én honlap címnek, ilyesminek. Úgyhogy kerestünk meg egy, ugye próbáltuk már akkor is ugye a jövőbe tervezni, hogy mi van akkor, hogyha majd ez mondjuk harmadik, meg negyedik osztályosoknak fog szólni, amikor már az iskolás leszek, akkor már, nem akkor, már leszek. Akkor egy kicsit kinövi végül is maga a termék, úgyhogy kerestünk olyan brand neveket. Hát ez egy nagyon hosszú ideig tartott, én úgy emlékszem, mert ilyen, van otthon egy ilyen nagy táblánk, és arra írogattunk föl mindenféle változatot, és aztán nem onnan választottunk, hanem egyszer csak beugrott, hogy akkor legyen, hogy QVIC, mint hogy egy kicsi bagoly, így a tudás is benne van, a kicsi is benne van, hogy valamennyire a gyerekekhez kötődök, úgyhogy ezért lett QVIC. Jól sejtem, azért elég sikeresen szerepelhetett a vizsgádon is, hogyha ennyire megállt. Ötös kaptam le.
Nagyszerű, de azt gondolom, hogy azért ennek, tehát ez is nyilván dicséretes, de az, hogy ebből tényleg egy olyan termék fejlődött ki, ami gyakorlatilag Kecskemétről megreformálhatod vele az oktatást egy kicsit, hogyha ilyen nagy szavakkal akarok élni. Mennyire voltak befogadóképesek erre az iskolák? Nagyon pedagógus függő. Vannak pedagógusok, akikkel ugye először is beszéltünk, ők főleg ugye azok, akik nagyon vártak már valami újra, akik már otthon vagy a tanári szobában laminálgattak kártyákat, figyelték az interneten, hogy ők mik vannak. Ők többen egyébként? Reméljük, hogy ők vannak többen, mi velük próbálunk kapcsolatot létesíteni, tehát őket próbáljuk megtalálni, hogy igazából megmutatni, hogy van alternatíva. Harcolni nem kezdünk el mást, most meg így nem kezdünk áttéríteni a dolgokra. Szóval, hogy inkább őket megkeressük, és ők nekik megmutatni a terméket. Ők nagyon lelkesek, és tényleg ezt mondani, hogy azért van egy olyan irány, aki erre nagyon fogékony, akik mindig valamivel készülnek az órán, akik mindig nagyon a gyereknek az érdekeit veszik előtérbe. Úgyhogy ők nagyon örülnek ezeknek a kezdeményezéseknek, de van olyan iskola igazgatónk például, aki már amikor meglátta és megismerte a terméket, akkor elkötelezte magát mellette, és akkor ők például itt Kecskeméten a Láncid utca iskolában az összes elsős mindig ugye kap, vagy hát vesznek egy ilyen dobozt, és akkor ők így indulnak most már harmadik, negyedik éve, tehát hogy ők mondhatni egy olyan felmenő generáció, akik már így akkor mindig a kubikot használják, ami nekünk nagyon nagy öröm. Picit akkor beszéljünk arról, hogy milyen a fogadtatása a főszereplőknél, a gyerekeknél. A gyerekek nagyon szeretik, és hát ugye ez a legjobb látni igazából, amikor hogy a gyerekek is nálunk például, ugye, ha otthon van, akkor ők is ugye leveszik a polcról, és akkor eszükbe jut valami, és akkor építenek belőle valamit, vagy kereskélnek nálunk, és az Ádám most már kereskéli a betűket benne rendesen. Nagyon sokszor halljuk azt, amikor elmegyek mondjuk osztályt nézni, hogy ők mondjuk hogy használják, hogy akkor a gyerekek azt gondolják, hogy jó, akkor most játszunk, ha nem fogunk tanulni, ma valami más lesz, mert hogy az egésznek is van egy ilyen kis társasjáték, egy kicsit olyan játékos hangulata, úgyhogy, és ez nagyon jó, hogy így tudják színesíteni az órát a tanárok vele, a gyerekek pedig nagyon motiváltak és örömmel nyúlnak hozzá. Nézzünk már bele egy kicsit a dobozba, hogy miket is tartalmaz, mert hogy ugye én nagyon kíváncsi vagyok, hogy például egy vizsgamunkához hogyan születik meg a fejedbe az, hogy mondjuk ilyeneket legyártson az ember, tehát hogy ezekkel nem tudom, hogy nekem ez meg nem fordulna a fejembe, és tényleg döbbenetesen jók, ugye nekünk is van otthon, és használjuk is aktívan. Ugye marha egyszerű elv alapján működnek a formák, ugye gyerekeknek ezer és ezer ilyen fakirakót lehet kapni, amiben kiveszed, visszarakod a formát. És hogy miért ne lehetne ezt ugye az iskolai formák kapcsán Igen. is megnézni, aztán ugye van benne az óra. Van benne itt a tanuló óra, igen. Ugye itt is az volt a szempontunk, vagy szempontom, amikor tervezés volt, hogy a szétszedhető legyen, az óránál az lett nagyon bonyolult, hogy ugye egy irány, vagy egy mutatónak az iránya, az nagyon sokféle értéket mutat, vagy jelenthet, és nehéz megtanulni, úgyhogy a mostanában itt is, hogy a piros és a kék mutat, tehát hogy ugye jól színezzük, jól elkülönüljenek ezeket, ne legyenek félreértések benne. A legtöbb, amit akkor láttam, amikor a mostani taneszközöket ugye használták, hogy ugye nem egy logikus felépítése van, nincsenek párbeszédben sem az eszközök, hogy egy ilyen nagyon egyszerű, tehát az, hogy legyen piros vagy kék, tehát hogy legyen két színű, hogy ne legyen ebből például probléma, amikor tanulják. Akkor ott a nappal világos, igen, ott ugye igen, a mert ugye a gyerekeknek az egyik, ami ilyenkor még meghatározó, hogy a színek, a formák, és rendben van, hogy ugye a mikorunk
párcika, vagy a mi gyerekkorunkban is volt a milyen színű párcika, volt sárga, meg piros, vagy kék, vagy nem igen, tudom, ezek sárga, a műanyagok. Sárga, meg kék, tehát, piros. Oké, de azért úgy le korlátozta egy kicsit az embert, meg hát ugye a postai rand két vége is. Igen, az is a piros. Csak két színű. De ugye itt van azért igen. egy kicsit ilyen árnyaltabb dolgok. Én ezt szétpakolom, mint nyugodtan, egy rossz gyerek. Jó? Mint egy jó gyerek. Mint egy jó gyerek? Igen. Az is igaz, mert, az a cél, hogy a gyerek játszon igen. a játékkal. Ez itt is például a piros-kék korong, ami úgy ugye most is ugyanúgy abban a kis kék dobókockában, uh-huh. karton dobókockában meg lehet kapni. Ugye ennek ez lett a változata, ez a fa. Uh-huh. Fakorong, ami sokkal jobban ugye, hogy megfogható, ugye a három ujjas ceruzafogásra ösztönzi már a gyereket, mert ugye ezek a kis kartonlapokat a padról felszetegetni nem túl egyszerű. Mindemellett ugye így lehet egymásra építeni, és ugye erre, ezt is szoktuk vele, ugye így, igen, mert ugye a matematika azért nagyon nehéz, mert ugye absztrakt, tehát ugye elvont fogalmakat dolgozik. Azért kellenek az eszközök, főleg ugye ilyen kicsi korban, uh-huh. hogy ugye megjelenítsük nekik a számokat, hogy ne csak az a három, az most így, jó, most uh-huh. akkor ez a három. Uh-huh. Tehát, hanem hogy ugye mindenféle érzékszervükkel, meg mindenféle eszközzel tudjuk ezt itt nekik. Ami még nagyon jó. Ugye? Ezt ki is vett. Hogy ezekbe bele, köszönöm. Igen, tessék. Hogy ezekbe bele lehet állítani a betűket. Igen, így ugye? Van. Igen. És mondjuk most ilyen nagyon egoista leszek. És kérdez, hogy és kirakom a saját nevemet, igen. És akkor ez így, igen. Ez ilyen döbbenetesen jól el vannak vele egyébként a gyerekek, azon kívül, hogy még tanulnak is közben. És egyébként országosan, hogyha nézzük az átlagot, akkor hogyan látod, hogy így fejlődés szintjén az iskolákban mennyire nyitottak erre, és hogyan... Tehát, hogy most ez durva lenne, hogy jósoljuk már meg, hogy nagyjából hány éven belül lesz ez egy kicsit ilyen modernebb, gyökeres változás az oktatásban, de mondjuk hogy látod, hogy országos szinten az általános iskolák alsó tagozatai mennyire befogadóak az új módszerekkel kapcsolatban? Nagyon érdekes, mert ha most területileg kéne mondanom, akkor mi azt vettük észre, hogy a vidéki iskolák, akik ők főleg nyitottabbak, ők nagyon, mint ahogy erre a programban is, ott jelentkezés alapján végül is szabad jelentkezés volt, és nagyon sok vidéki iskola, kistérségi iskola volt, aki jelentkezett, mert ők ugye kicsit elszigetelve érzik magukat, nincsen náluk program, nincsenek, ha kongresszus vagy továbbképzésre kell menni, akkor fel kell menni Pestre, nem. Tehát, hogy viszont nagyon-nagyon szeretnének és nyitottak az újdonságokra, úgyhogy nagyon jó volt látni, akár Géderlakon voltunk, vagy Cecén, hogy ott a pedagógusok mennyire lelkesek. Tudsz-e nekem esetleg arra vonatkozóan valami adatot mondani, hogy most jelenleg az országban hány olyan iskola van, ahol mondjuk a gyerekek már ezekkel az eszközökkel kezdhetik a tasztályt? Hány iskola már? Ami idén volt, tehát ami ugye mostani tanév, ugye ami szeptemberben kezdődött, az olyan 9-10 iskola volt. 9-10 iskola. És akkor azt mondod, hogy a visszajelzések pedig egyre jobbak is. Gondolom, igen. Hogy inkább nő. Meg hát azért ezek az eredmények, hogy ilyen visszajelzéseket kaptok, hogy ilyen workshopokon vagy roadshowokon és társain részt vesztek és visszahívnak, vagy akár ez a londoni, amit említettél, azért azt gondolom, hogy ez mind annak a visszajelzése, hogy tényleg azért megérte összedobni annak idején ezt a igen. diplomát. Igen, azért. Nem csak a diploma. Tehát, hogy ez így tovább nyújt, mint a ez egy kicsit tovább igen, nyújt, most egy igen. kicsit már tovább nyújt. Hát én neked is, meg a Kuviknak is nagyon sok sikert kívánok, és biztos vagyok benne, hogy hallunk még róla, meg rólatok, hiszen ahogy mondtad, itt Kecskeméten is egyre nyitottabbak a pedagógusok is, és az iskolák is rá, és hát reméljük, hogy minél több kisgyerekhez jut el, hiszen tényleg fantasztikus, meg gyakorlatilag társasjátéknak, időtöltésnek sem utolsó, és közben meg is tanul vele szinte írni, olvasni, számolni a gyerek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és jó egészséget nektek köszönöm. A babával. Köszönöm szépen.